Vážené dámy, vážení páni, zástupcovia šiestých žúb, troch z maďarskej strany a tri zo slovenskej, čiže župa Dier, Moson, Šoproň, Esterom, Komárom aj Peštianska a zo slovenskej strany Trnavská, Bratislavská a Nitrianská sa dnes v Župnom divadle Jána Palárika v Trnave stretla. A programom rokovania bolo zhrnutie dvojročnej činnosti organizácie, ktorá je možno pre vás nová a niektorí možno poznáte, volá sa a pôsobí pod názvom Európske združenie územnej spolupráce a organizuje, respektíve administruje niekoľko dôležitých činností. Dve najdôležitejšie sú, že v rámci územnej spolupráce medzi týmito šiestimi županmi realizuje tzv. Menšie alebo malé projekty. Po dvoročnom období, ktoré máme za sebou, sme sa dnes na území Trnavy dohodli a zvolili nového predsedu tohoto združenia. Doteraz sídlo tohoto združenia bolo v Trnavskom samosprávnom kraji a odchádza v rámci dohodnutej rotácie na územie Dierskej župy. Zvoleným bol kolega Német a držíme mu palce pre nasledujúce dvojročné obdobie. Ja som sa dnešným rokovaním stal jeho spolupredsedom. Máme pred sebou dvojročné obdobie, kedy viacero projektov je rozbehnutých a projekty, či už výstavba malej infraštruktúry alebo kultúrne akcie, školenia a podobne sú pred nami a k tomuto nám povie po mojom úvodnom slove pani riaditeľka tohoto združenia Vašiová a hneď za mňou by som požiadal vicežupana Bereniho, aby tento oznam, ktorý som hovoril, ja povedal v maďarskom jazyku. Kolegom z jednotlivých žup ďakujem za dnešnú účasť aj za úspešný priebeh nášho rokovania a teším sa na územnú spoluprácu s našimi šiestimi župami, ktoré sú z jednej aj z druhej strany Dunaja. Nech sa páči. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Éppen befejeződött a Rába-Dunavág Euroregió közgyűlése, amely 6 megyét tömörít, szlovákiai részről Pozsony-Nagyszombat és Nyitra megyét, Magyarország részről Győr-Sopron, Moson, Komárom, Esztergom és Pest megyét. Ezen a közgyűlésen két nagyon fontos napirendi pont volt. Az egyik a kispályázatok kiértékelése, hiszen ez az Euroregió felelős azért, hogy sikeresek legyünk az Európa Unió szlovák-magyar határon átnyúló együttműködés programjának kispályázati részéért. Megalapíthattuk, hogy nagyon jól zajlik ennek a csomagnak a merítése. 100%-osan fogjuk tudni kihasználni azokat a lehetőségeket, amelyeket az Európa Unió így számunkra biztosított. Ez nyilván ennek az Euroregió adminisztrációjának is, és a hat megye együttműködésének is köszönhető. És a második nagyon fontos napirendi pont az volt, hogy letelte a 2 éves elnöksége Nagyszombat megyének, így József Viszkupics után, elnöksége után most a Győr-Sopron Moson megyei elnök úr Német Zoltán személyében lesz az új elnök, illetve hát a szabályoknak megfelelően József Viszkupics marad a társelnöke ennek a euroregionális együttműködésnek. Úgyhogy ez a fajta 6 megyei együttműködés ez bevált, jól működik, és nyilván szeretnénk, hogyha a következő időszakban is megtalálnánk a közös célokat, megtalálnánk a közös prioritásokat, és közösen tudnánk megvalósítani pályázatokat. Ďakujem pekne a možno stručne poprosím aj pani riaditeľku k jej doterajšej aj budúcej činnosti. Ďakujem pekne. Takže gro našej činnosti Európskeho zoskupenia územnej spolupráce je vlastne o manažovanie fondu malých projektov na západnom území. A jedná sa vlastne o manažovanie projektov v 6 župách. Bratislavská Vúdska, Trnavská Vúdska, Nitrianská Vúdska, respektíve na maďarskom území sa jedná vlastne o župu Dier-Moson, Sopron, Komárom, Esztergom a Pest-Megye. Na týchto územiach manažujeme tento fond malých projektov. Sú to malé projekty od 20 do 50 tisíc eur. Väčšinou žiadatelia žiadali na výstavbu altánkov, rekonštrukcie manty, nákupy rôznych člnov, kajakov, výstavbu pecí, ale máme tu dosť veľa projektov na organizovanie rôznych festivalov, vydávanie propagačných materiálov, brožúr,
kultúr a vypracovanie rôznych stratégií, ktoré sa týkajú cezhraničnej spolupráce. Ďakujem pekne, držím palce v ďalšej činnosti a vážení kolegovia, ďakujem za vašu dôveru a aj za spoluprácu doteraz. Ďakujem pekne.